Nagyon jó. Ez gyönyörű, itt a gyönyörűen mosolyog. Csütörtökön délután fotózásról jártak a Fehérvár Média Centrum választási műsorának műsorvezetői. A Fehérvár Televízió és a Vörös Marti Rádió is készül a június 9-i választásokra, hogy a nézők pontos, hiteles információkat kaphassanak a városban zajló eseményekről. Novák Rita eddig a választási műsorokat a kamerák mögött dolgozta végig, idén viszont a műsorvezetői széket foglalja majd el Somos Zoltánnal. Eddig a kamera mögött dolgoztam, legalábbis az utóbbi 3-4 alkalommal, borzasztó izgalmas volt, és nagyon izgultam azért, hogy a stúdióban ülők, a helyszíneken lévők a legjobb formájukat tudják hozni, és hogy a nézők a leghitelesebb információkat kaphassák meg. Most azonban mély vízbe dobtak, és akármennyire is akartam, vagy nem akartam, úgy hozta az élet, amiért persze nagyon hálás vagyok, hogy lehetek műsorvezető Somos Zoli kollégámmal, és egy egész csapattal dolgozhatom majd együtt. Ez nagyon veszélyes feladat, hogy a Fehérvár Televízió összes dolgozójaként beszélhetek. Idén először lesz egy időben a helyhatósági választás az európai parlamenti képviselőválasztással. A Fehérvár Média Centrum felületein már reggel 6 órától figyelemmel kísérhetik a nézők, hallgatók az eseményeket, majd az élő műsor 19 órakor kezdődik a Fehérvár Televízióban. A stúdióban politológus, szociológus is segít majd az adatok elemzésében, de a helyszínekről is folyamatos tudósításokkal jelentkezünk. Ott leszünk a pártoknak, a civil szervezeteknek, a jelölő szervezeteknek az eredményváró helyszínein, ahonnan folyamatosan bejelentkezünk majd, és természetesen a stúdiónkba is várjuk majd a jelölteket. Én azt gondolom, hogy megszokott módon egy igazán izgalmas és mozgalmas műsorra készülünk majd, és hát lesznek érdekességek is, hiszen Kincses Zsolt Dávid segítségével különleges helyszínekre is elbarangolunk majd. Ezt az adott napon egy összeállítás formájában tekinthetik meg majd a Fehérvár Televízió nézői. De ezen kívül természetesen érdemes lesz hallgatni a Vörös Marti Rádiót és figyelni az fmc.hu-t, valamint a Facebook oldalainkat, hiszen itt minden aktuális információról beszámolunk.